Köszöntöm a Pannon Televízió nézőit, Önök a Szubjektív című műsorunkat látják. December 5-e az Önkéntesség világnapja, ebből az alkalomból két rendezvény is a közelmódban megrendezésre került. Az egyik december 1-én a Hajdújárási Lurkóházban, a második pedig december 2-án a Szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkaron. Vendégem Soltész Anikó, a Segítünk Otthon Alapítvány kuratóriumi elnöke. Köszöntöm stúdiónkban. Jó napot kívánok, köszöntöm én is a nézőket, és nagyon köszönöm a meghívást. Tehát arról kérdezném Önt, ugyebár Magyarországról érkezett hozzánk, mint előadó, mint aki mind a két eseményen, mikor került Ön közelebbi kapcsolatba az önkénteskedéssel és a jótékonysággal? A Kájától kezdem, akkor mindenféleképpen a szüleimre szeretnék emlékezni, akik úgy neveltek, hogy minden este tegyem föl magamnak azt a kérdést, hogy tettem-e aznap valami jót. Ha egy nagy ugrással közelebb kerülünk a mához, akkor talán azt tartom fontosnak elmondani, hogy az első civil szervezet, amiben részt vettem, 1989-ben, a Gyermekérdekek Magyarországi Fóruma volt, ami azért jött létre, hogy harcoljon az ENSZ gyermekjogi egyesség okmányának a becikkejezéséért. Tehát az én önkéntes munkám az kezdettől fogva a gyerekek, a család, a nők, az esélyegyenlőség témaköre körülforog. Később úgy alakult, hogy a foglalkozásaim az, hogy a vállalkozásfejlesztésben dolgoztam, hátrányos helyzetű csoportok vállalkozásfejlesztési tevékenységének a segítésével foglalkoztunk. Mondhatom azt is, hogy egyik dolog hozta a másikát. Tehát például az, hogy mi vállalkozó nőket próbáltunk segíteni, nagyon hamar kiderült, hogy ahhoz gyermekintézmények, megfelelő családi háttér kellenek így kerültem kapcsolatba a Nagycsaládosok Országos Egyesületével, amelynek az Otthon Segítünk Alapítvány egyik ilyen fiók intézménye. Úgy mutattam be, mint a egy bizonyos alapítvány kuratóriumi elnöke, de jól tudom, ön egy egész sor alapítvány, és nem csak alapítványnak az elnöke, elnökségi tagja, munkatársa, és a többi, és a többi. Hát nehéz lenne végig sorolni azt, hogy milyen civil szervezetek munkájában veszek részt. A foglalkozásom 15 évig a SZÍT kisvállalkozásfejlesztési fejlesztési alapítványhoz kötött, de kuratóriumi tag vagyok a Magyar Vállalkozás Fejlesztési Alapítványban, felügyelő bizottsági tag vagyok az önkéntes központ közalapítványban, és talán ez Valamivel közelebb hoz minket a mai nap témájához, mert ez az alapítvány azért jött létre annak idején, hogy a mindenkiben meglévő hajlandóságot a jóra, a cselekvésre, a jótékonyságra, az adományozásra szervezettebbé, intézményesebbé tegye. Ez az intézményesülés egy újabb sebességi fokozatba kapcsolt 2005 óta, amikor megszületett a 2005. évé 88-as törvény a közösségi önkéntes tevékenységről. Ez van. Magyarországról beszélek, és azóta sikerült az önkéntesség több szintjét létrehozni, nem szeretnék nagyon a részletekbe menni, de az előbb említettem ezt a bizonyos én szintet, amikor az emberben felébred, mondjuk úgy, hogy a lelki ismeret. A tenni akarás, a segíteni igen, akarás. Igen, hogy szeme van, kezd szeme lenni mások problémáira, nem megy el vakon azok mellett, a dolgok mellett, ami mellett eddig elment, és és elkezd csinálni valamit. Mi a különbség, ha van különbség az önkénteskedés és a jótékonyság között. Tehát. Ha valaki önkéntes, akkor is jót tesz, tehát jótékony. Van itt lényegbeli különbség, vagy ez csak a megfogalmazás? Ö, inkább megfogalmazásbeli különbség. Talán annyit ö, érdemes erről is beszélni, hogy a jótékonyság, az egyfajta önzetlen segítségnyújtás, aminek része az önkéntesség, az önkéntes tevékenység. De a jótékonyságba beletartozik az adományozás, az adakozás, ez a fajta, ez a fajta figyelem, amiről az előbb beszéltem. Az önkéntességen mi, legalábbis a törvény megszületése óta, a tevékenységet szeretjük inkább érteni, és azért, azért elválasztani a jótékonyságtól általában, mert annak az adakozós, adományozós vonulata sokkal erősebb, és nem feltétlenül az egyes emberhez, hanem intézményekhez, például az egyházhoz kötött. De én pont azt szeretném hangsúlyozni, hogy a, a növekvő szegénység, a növekvő egyenlőtlenségek, nem teszik lehetővé azt, hogy azt mondjuk, hogy az állam tegye a dolgát, az egyház teszi a dolgát, és felmentsük magunkat azzalól, hogy nekünk ne lennének tennivalóink. Számos tennivalunk van, újabb, tehát minden egyes munkanélküli egy családban az újabb rés a segítség számára, és ezt mindenkinek tudatosítani kell magában. Tehát fogalmazhatunk úgy, hogy aki önkéntes, azok tevőlegesen tesznek valamiért. Így van. Míg a jótékonykodás az inkább az adományozást fedi Igen. Le. December 1-én a hajdújárási lurkóházba egy előadás keretén belül olyan önkéntesek, és talán remélhetőleg jövőbeli önkénteseknek tartott egy, egy tájékoztatót, Amin uh, talán kedvcsinálóképpen, kedv vagy hogyha úgy tudnám mondani, hogy pont ezt az emberi ismeretet egy kicsikét felébreszteni a jószívű emberekbe, mondaná néhány mondatot erről a, a, a lurkóházas látogatásáról. Hát önmagában az, hogy ez a lurkóház létezik, ettől az embernek úgy túlcsordul a szíve, hogy, a, hogy anyák, akik, mint ez a bemutatkozásnál kiderült, Két-három gyereket hagynak otthon este, meg a férjüket, és eljönnek, hogy többet tudjanak az önkéntességről, az önkéntesség lehetőségeiről. Ez számomra megint nagyon-nagyon fontos. Kiderült mindenkiről, hogy megpróbálja a lehetetlent, megkísérti a lehetetlent, osztódással szaporítja az idejét, és a munkája, a családi élete, a három gyereke, a bejárása a külföldön élő gyereke mellett talál lehetőséget arra, hogy segítsen a szegényeken, segítsen másokon, mert, és ha megengedi talán, néhány szót mondanék erről az én civil szervezetemről, hogy, hogy nem hogy... egyszerűen a szegénységről van csak szó. Az Otthon Segítünk alapítvány arra a szükségletre jött létre, hogyha egy családban megszületik mondjuk a második gyerek, akkor olyan egyszerű, de mégis nehéz helyzet is előfordulhat, hogy az anyuka nem tudja elvinni az elsőt az iskolába, vagy nem tud elmenni bevásárolni, vagy nem tud elmenni ügyeket intézni. Az otthon segítünk hálózat Magyarországon, az azt jelenti, hogy, hogy szervezőket képezünk, szakképzett szervezőket, pszichológusi, védőnői, családsegítői. Tehát nem csak uh, szociálisan uh, hátrányos helyzetű embereknek, hanem olyanoknak, akik uh, nem tudják megszervezni az életüket Így van. nincsenek nagyszülők. Igen. Távol élnek a nagyszülők. Vagy uh, most már, tehát, uh, 15 évnél is uh, régebben van uh, meg a uh, civil szervezetünk, és mindig újabb és újabb segíteni valók jönnek, tehát az elmúlt időszakban újabb szakértőkkel bővítettük a körünket, hogy támogassuk az anyateljes szoptatást, és bizony-bizony néhány kismamát arra kell megtanítani, hogy ne adja fel ideje korán, hanem tartson ki és próbálja meg táplálni, anyatejjel táplálni a gyerekét. Tehát az otthon segítünk, az a segítségházhoz megy akció, még pedig a szakképzett segítség, mert ha valaki olyan problémával találkozik, ami túlmegy a saját józan ítélő képességén, akkor szupervízióval segítünk a szervezőink és az önkénteseink munkáján. Hány aktivistával dolgoznak önök? Hány ember tartozik az önök úgy mondjam, szakértői csapatába, és hány embert karolnak fel? Úgy működik ez, hogy kiképezünk szervezőket, ők hazamennek a településükre, és önkénteseket toboroznak maguk alá, ha szabad így fogalmazni, őket is kiképezik. Ennek a nagyságrendje most már 3000 fölül van. A száma állandóan változik, van, aki kikopik a rendszerből, mert újabb gyereke születik, vagy a saját családjában adódnak idős gondozási, gyermekgondozási problémák. Ez, ez a szám, ez erre mondjuk azt, hogy relatíve sok, de általában meg abszolút értékben kevés, nem fedjük le az egész országot. Nagy az igény akkor. Nagy Ezek az igény, igény igen. Nagy az igény. Így van. December Így van. másodikán a magyar tannyelvű Tanítóképző karon, eh, kar társzervezésébe a hallgatóknak eh, egy előadást szerveznek. Erről milyen eh, eh, Gondolatokkal indulod, amivel a felvételt követően fogod oda menni. A hallgatóknak mit tud mondani? Buzdítani szeretné arra, hogy igen, vállaljanak önkéntes munkát, hogy, hogy vegyenek részt ezekben a, a szociális akciókban? Mindenképpen. Talán a, a tanítóképzőben tartott előadásom annyiban különbözik a Lurkóház belitől, hogy én magam is tanítok, tehát tréningeket tartok civil szervezeteknek, vállalkozóknak, vállalkozónőknek, és még mindig érzem a pedagógusoknak azt a 19. században megfogalmazott lámpás szerepét. Tehát azt gondolom, hogy ebben az előadásban arra törekszem, hogy érzékenységet, szociális érzékenységet ébreszek, Szociális érzékenységet fejleszek a jövendő tanítók körében, hogy legyen szemük a társadalmi különbségükre, különbségekre, és legyenek eszközeik a társadalmi integrációra. Mert az a bizonyos társadalmi kohézió, az az iskolában, vagy az arra való törekvés az iskolában kezdődik a gyerekeknél, ha a gyerekek nem lenézéssel fogadják a társadalmi különbségeket, hanem a megoldás szándékával, a felemelés szándékával, és nem a kiközösítéssel fordulnak a másik felé, ebben a tanárnak hihetetlenül nagy szerepe van. Magyarországon hasonló előadásokat egyetemistáknak gondolom szerveztek már. Igen, nem, nem csak mi, mások is. Milyen Igen. tapasztalatokkal? lett gazdagabb. Nyitottak a fiatalok erre? Nyitottak, mert a, a felsőoktatás az tömegoktatássá vált Magyarországon, tehát nincs már az a. Én még úgy emlékszem a saját egyetemi csoportomra, mai napig összejárunk. Ma individualizált az oktatás, hiányzik a, az oktatásból a kooperáció. Amikor a, az egyetemi főiskolai hallgatók Kimennek egy-egy területre, hogy gyakorolják a tudásukat, hogy gyakorlatot szerezzenek, ezzel kooperálni tanulnak, megismerik másik, mások problémáit, sors közösség keletkezik, oktatási gyakorlatot szereznek, és lássuk be, azért vannak, van ennek egyéni haszna is, nem üres. Az Ön életrajzuk, amikor beadják. Igen, nem valahova. csak a padokat koptatják az egyetemen, Abszolút, hanem egy van. használható tudásra tesznek szert, vagy ha nem is tudásra, legalább a, az élet keserűségét első kézből láthatják, és akkor ez meg tudja indítani az embereket. Tehát nagyon sokan személyes tapasztalatból is tudom, akkor merül fel, akkor indul el egy folyamat, amikor szembesül azzal, hogy nem is olyan messze, és nem is olyan távoli emberek, milyen rossz körülmények között élnek. Ön nem először jár Szerbiában, Szabadkán, ahogy mondta már, Adán is járt a Vajdaság több városába. Milyen a tapasztalat a magyar és a, a szerbiai viszonyok között? Hát mindenütt van segítség, mindenütt van tennivaló. Ami a legnagyobb közösség, hogy Mind a két országban demográfiai problémák vannak. Mind a két országban nagyon fontos lenne, hogy több gyerek szülessen, de mindkét országban igaz az, hogy azokban a családokban, ahol több gyerek születik, ott nehezebbek a feltételek, kevesebb az egyfőre jutó jövedelem, nehezebb az anyák visszailleszkedése a munkaerőpiacra, ha akar, el akar menni dolgozni. Nehezebb a vállalkozóvá vagy önfoglalkoztatóvá válásuk, tehát sokkal nagyobb segítségre, több segítségre van szükségük. Éppen ezért jó lehet, egy nap van az évben, amikor az önkénteseket ünnepeljük. Én ilyenkor szoktam a leghangosabban a világba kiáltani, hogy minden nap az önkéntesség napja. Az év további 364 napjában is. Van tennivaló, legyen, legyen a 364 nap az önkéntesek napja, és tegyen mindenki, minél több ember az egyenlőtlenségek felszámolásáért. Ilyenkor az ünnepek közelettével mindenki de egy kicsikét a jótékonyság, az adakozás érzése felmerül. De ahogy az imént említette, ezek az emberek, akik segítségre szorulnak, ezek minden nap kellene, tehát folyamatosan kellene. Próbálnak önök a szervezeteiken keresztül egy folyamatos monitoringot fenntartani, egy folyamatos olyan aktivitást, amivel folyamatosan egy családot tudnak segíteni? Igen. Hát én ugye a fővárosban élek, és elsősorban a fővárosi, a kerületi otthon segítünk szervezetekkel van kapcsolatom, és nagyon szeretem a leleményességüket, ahogy elintézik az egyik kerületben például azt, hogy a Péknél zárás előtt egy órával összeszedik a megmaradt Péksüteményeket, amiből lehetne másnap prézlit csinálni, de aznap este még, ha egy nagy családhoz eljut, akkor abból vacsora lesz, vagy másnap reggelre uzsonna a gyerekeknek, Folyamatos a ruhagyűjtés évszaktól függetlenül, és kialakulóban vannak ezek a nagycsaládos, illetve termelői kapcsolatok. Magyarországon az idén alma túltermelés volt, ezek az almák följöttek Szabolcsból egy nagy teherautóval, és akkor a nagycsaládosok gondoskodtak arról, hogy ne méltatlan felvásárlási áron, szabaduljanak meg tőle a termelők, hanem a nagycsaládosok vásárolják meg ezeket. Mézakciót hirdetünk, tehát nagyon sokféleképpen próbáljuk enyhíteni ezeket az egyfőre jutó, tehát a nagycsaláddal összefüggő egyenlőtlenségeket. De ha jó tudom, akkor ez bizonyos értelemben visszafelé is működik, tehát azok, akiknek önök segítenek, ők utána segítenek önöknek is, tehát a szervezetnek is munkájukkal, tudásukkal, képességeikkel. Így, így van, illetve tehát aki meg, maga érzi a segítséget, egyel tovább lép. Nagyon nagy probléma Magyarországon a cigány családok reintegrációja, és a korábbi idegenkedés után, most már az otthon segítünk szervezetek is részt vesznek ebben az integrációs folyamatban, Tanítják az anyákat, megindult a ruhacsere és ez is nagyon fontos a társadalmi integráció szempontjából. De hadd mondjam még el, hogy hogy a leleményesség az nem csak abban jelentkezik, amit az előbb elmondtam, hogy a, a mi szervezeteink önkéntesei felbátorodnak, keresik a lehetőségeket és beismernek menni egy üzletbe, hanem az adományozók is újabb és újabb eszközöket keresnek. Nekünk nagyon tetszik most már nekünk a családomnak, hogy például az írók boltja Budapesten egy olyan akciót hirdetett, hogy jó szót konzervért, és híres írók írnak egy-egy sort egy-egy papírlapra, és Dragomány György például olvastam az indexen, hogy ma Dragomány Györgynél lehet sorba állni, és 5 liter tejért ad egy sort, és ezek a, a tej, a konzervek, a készételek egy abaúi kéri iskola hátrányos helyzetű sorsú tanulóinak, illetve a családjainak a megsegítésére szolgálnak. Tehát akkor itt nem csak nem csak étellel, ruhával, hanem eszmei termékkel is hozzájárul. Igen, igen, igen. Én ennél szebb karácsonyi ajándékot, mint hogy kapjak jó szót valamelyik írótól. 15 konzervért nehezen tudnék elképzelni, ezzel üzentem a családomnak is. Nagyon szépen köszönjük, hogy Köszönöm vendégünk volt. Maradjanak továbbra is a Pannon televízióval. Köszönjük szépen figyelmüket!